A Csaba Királyfi című Székely Magyar Rockopera a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően jutott el Temerinbe. Az itteni szervező a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület. Volt egy nagyon szép megemlékezés a temetőben, egy nagyon megható. A 44-es áldozatoknál, a második világháború után kivégzett temeriniekért énekeltek a székelyek, a vendégek. A Csaba Királyfi Rockopera vajdasági bemutatója a Temerini Kókai Imre általános iskola telepi épületének udvarában volt. Az egész napos enyhe idő után pár perccel a kezdés előtt leszakadt az ég. Egy órán át zuhogott az eső, de az előadást így is megtartották. Az emberek esernyő alá bújva nézték végig az előadást. Az, hogy megjött az eső, ezt még reméljük, hogy egy kicsit csendesedik vagy eláll, erről nem tehetünk. Mi előadjuk a darabot, ha jég esik, ha bármi lesz, és hát reméljük, hogy maradandó élmény lesz. A rockopera egyik főszereplője Rudán József, azaz a híres magyar rockénekes Rudán Joe, aki a főmágus szerepében állt színpadra. Elárulta, hogy vannak temerini felmenői. És meg hát tulajdonképpen én apai anyai egen délvidékről származom, vagy hát akkor ugye Nagy Magyarországban éltek az én nagyszüleim jöttek át a mostani Magyarországra. És jártam még tizen pár éves koromban, kisgyerekkoromban a Feri barátomnál és ugye a szüleinél, és hát azóta, hát vagy megszakadt, jött ez a hülye háború, ugye ez a 30 éve ezelőtt, és akkor megszakadt a kapcsolat. G. Nagy István Ilián több éves kutató munka után írta meg a Csaba Királyfi című rockoperát. Csaba Királyfi azt mondja a székelyeknek, meg a magyaroknak, hogy elmegy innen, mert hát ugye meg akarták ölni őt is, és azt mondta, hogy visszajön. És ebben a darabban az van benne, hogy a székelyek várják Csaba Királyfit, és egyszer csak megjelenik egy ember, ez Álmos, és azt mondja a székelyeknek, hogy én Csaba Királyfinak az unokája vagyok. Tehát Csaba Királyfi keletről haláláig őrizte azt, hogy vissza kell jönni, és az egyik unokája hazajött. Az est végén elhangzott a magyar himnusz is.